Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Karocsa Televízió híradóját látják 2019. május 1-én, este 7:30-tól. Harc a szeméttel! 3 millió forintot fordíthat az önkormányzat illegális szemétdombok eltüntetésére. Folytatódik a hangos Biblia program. Az Ószövetség Szentírás szövegét rögzítenék most. Szakmavilág Roadshow Kalocsán. Több mint 200 diák lehetett részese az élménynek. Folytatódik a harc az illegális szemétdombok ellen, mely visszatérően kialakulnak városszerte. Az önkormányzat egy pályázaton sikeresen szerepelt, így most 3 millió forintot fordíthatnak az eltakarításra, illetve megelőzésre. Szemétkupac a város határában, műanyag flakonok a csatornában és autógumik a fák mellett. Ilyenképp fogadta az embereket a legutóbbi környezetvédelmi szemlén. Visszatérően alakulnak ki városszerte a szeméthalmok, mely ellen az önkormányzat szélmalomharcot vív. Most a fordulat nem is, kisebb fellélegzés történhet az ügyben, ugyanis az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán önkormányzatunk sikeresen szerepelt, így 3 millió forintot fordíthat szemételtakarításra. A hírt a polgármestere legutóbbi testületi ülésen jelentette be, hozzátéve a csatornapart megtisztítása az elsődleges. 3 millió forint pályázatot megnyertük az illegális szemét felszámolására, tehát ez a plusz, ami volt a BMT írt pályázatot megnyertük, majd ehhez visszakerül az illetékes bizottsághoz, illetve a vagyonhasznosítóhoz. Milyen formában, hogyan. Ez főleg a csatornapart, mert már megint jött, mikor akarjuk kitisztítani című játék. Na most ilyenkor szoktam azt mondani, hogy megőrzem a nyugalmamat, mert ugye számtalansz elmondtuk, hogy nem mi viszik oda. Számtalansz, hogy bebizonyosodott, hogy kik viszik oda, és még mindig évről évre ugyanez, minden évben foglalkozunk vele. A környezetvédelmi bejáráson is szemlevételezték ezt a szakaszt, mely talán a legszennyezettebb pontja a városnak. A polgármester elmondta, kamera kihelyezésében is gondolkodtak már, azonban ennek áram ellátása nem biztosított. Hozzátéve továbbá, hogy a probléma forrását kellene elsődlegesen megszüntetni, mert egyértelműen a felfogásbeni változás lenne a megoldás. Ha lehet, továbbra is fogunk pályázni, illetve hát, ha a költségvetési megengedi, akkor sajnos minden évben kell erre plusz pénzt költeni. Egyértelmű, hogy szemléletváltás kellene, és akkor nem foglalkoznánk ilyenekkel. Az országos hulladékgazdálkodási terv adatai alapján az illegális hulladék lerakók száma országosan meghaladja az ezret. Hétfőn egy sajtótájékoztató keretében adták át dr. Bábel Balázs érseknek a Biblia egy kézzel írt példányát. Ekkor került kihirdetésre a hangos Biblia program is, melyhez várják a csatlakozni vágyókat. Hétfő délelőtt a Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény könyvtár termében. Egy sajtótájékoztató keretében adta át dr. Benyik György professzor, egykori kalocsai káplán, a Biblia egy kézzel írt példányát dr. Bábel Balázs, kalocsai kecskeméti főegyházmegye érsekének. Teljes Ó- és Újszövetségi Szentírást lemásoltatjuk, mégpedig úgy, hogy minden másoló csak egyetlen egy oldalt másolhat. Így született meg körülbelül 5000 ember közös munkájából ez a mű, ami itt van mellettünk, faksimile kiadásban, és amit majd szeretnék átadni érsek úrnak. Mellette van egy nagyobb könyv, ez csak az Új Szövetség. Abból a dologból van 5 kötet, ami templomunkban látható. Pontosan azt a formát vittük el Ferenc pápának, 5 percre föltatva az Anya Szentegyház irányítását, mert azt mondta, hogy ilyet még nem látott. Ferenc pápa a bőrkötéses kötetet elhelyezte a vatikáni levéltárba, őszentsége rendelkezése szerint Habsburg Eduard vatikáni nagykövet közbejárására a Germanikumban, illetve a vatikáni könyvtár különleges könyvek osztályán kapott helyet a Biblia. A mostani projekt tulajdonképpen a médiának köszönhető. Amikor bemutattuk ezt a könyvet, akkor megkérdezték tőlem, hogy na és hogyan folytatjuk? És lányos zavaromban azt mondtam, hogy hát akkor majd hangos Bibliát fogunk csinálni, és ennek egy része el is készült, az Újszövetségi Szentírás 500 felolvasóval, 3 perces részletekben, mégpedig a határainkon túli magyar iskolások, illetve hát néhány, például a Nyírségben a görögkatolikus kispapok olvasták föl, és ebből is látszik, hogy a magyar nyelv nagyon színes. A hangos Biblia programnak a folytatását az egyházmegyénként szervezett felolvasó csoportok segítségével
3 perces részletekben a teljes ószövetségi szentírás szövegét szeretnék rögzíteni. A felolvasás kapcsán 12 egyházmegyében szerveznek felolvasó köröket. Most jelen pillanatban ez az első, amelyet hát itt átadok érsek úrnak, és hát a rövid sajtótájékoztató hát zárásaként megkérem érsek atyát, hogy az egyházmegyében, ha jól tudom, Izajás könyvét határozottan azt fogják felolvasni, hogy valószínűleg még maguknak is lehet, hogy újdonság lesz, hogy Izajás könyvéből egy nagyon szép részletet olvasson föl, és ezzel tulajdonképpen szimbolikusan megnyitja az Ószövetségi Szentírás egyházmegyei felolvasását. A professzor többek között azt is elmondta, hogy az új generáció nem olvas hosszú szövegeket, ezért célozták meg ezzel a programmal a kamaszokat. A sajtótájékoztatót hosszabb összeállításban megtekinthetik május 22-i Mindennapjaink című magazin műsorunkban. Április 29-én hétfőn gördült be Kalocsára a Szakmavilág Roadshow kamionja. A város és a környék településeinek 6-os, 7. osztályosai kaptak lehetőséget, hogy részesei lehessenek a virtuális szakma választásnak. Tavaszi turnéjának keretében április 29-én Kalocsára érkezett a Szakmavilág Roadshow hatalmas kamionja, mely a 10 évesek érdeklődési körére szabott aktivitásokkal támogatja a diákokat a különböző szakmák megismerésében. Itt virtuális térben, virtuális eszközök segítségével próbálhatják ki a fiatalok a különböző szakmacsoportokat, a vendéglátást, a divattervezést, autógépgyártást, illetve az építőipart. Kalocsai és Kalocsa környéki általános iskolás 6-os, 7-es pályaválasztás előtt álló tanulókat hívtunk meg erre a rendezvényre, hogy ezzel is próbáljuk segíteni őket abban, hogy a pályaválasztásuk minél könnyedebb, minél döccenőmentesebb legyen. A szervezők összesen 235 tanulót vártak a programra, 2 kalocsai iskolából, illetve Fajszról, Soltról és Dunapatajról. A gyerekeket csoportokra bontjuk szét, megismerkednek itt a helyi szakképzőintézményeknek a képzési repertoárjaival, interaktív módon, valamint a kamarának, Bácskiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamarának a pályaorientációs tanácsadói segítenek nekik, és közben váltva forgószínpad szerűen próbálják ki a kamionban ezeket a virtuális segédeszközöket. A résztvevők megpörgethették a szakmavilág szerencsekerekét is, és többek között hátizsákot, fülhallgatót vagy pendrive-ot nyerhettek. Kamionos roadshow tavaly ősszel indult el, elsőként a megyeszékhelyeken tűnt fel, majd sorra járja a megyéket. Bács-Kiskun megyében 3 helyre visszük el ezt a kamiont. Kiskunhalason voltunk, most Kalocsán vagyunk, és holnap megyünk majd Bajára. Mindenféleképpen próbáltunk olyan településeket választani, ahol vannak szakképzőintézmények, ahol gazdaságilag fontos településeket választottunk ki, és azokat, ahol nagy gyereklétszámban tudjuk ezt az élményt megosztani a fiatalokkal. A diákok után a szülőket is várják majd egy különleges, érzékenyítő szülői értekezletre a pályaválasztás kapcsán. Az eseményre május 6-án 17 órai kezdettel kerül majd sor a Dózsa dísztermében. Színpadi bemutató, fogorvosi tanácsok és többek között középiskolai foglalkozások várják az érdeklődőket májusban a Kalocsai Könyvtárban. Természetesen a legkisebbek sem maradnak ki a programokból, hiszen a hónap végén gyermeknapi műsorral is készül az intézmény számukra. Igazi tavaszi zsongás van már most is a kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtárban. Május 16-án újból kinyit a Titán Klub. Ebben a sorozatunkban olyan fiatalokat hívunk meg vendégként bemutatkozásra, akik fiatalkoruk ellenére munkájukban, szakmájukban már jelentős sikereket, eredményeket értek el. Így 2 fiatalember lesz a vendégünk, Szigeti Tamás, az Agrárközösség Kalocsai Irodájának vezetője, valamint Zsubori László, fogorvos, szájsebész. Ezt követi majd az Olvasóklub május 27-én. Ezt a foglalkozást negyedévente szoktuk megrendezni, állandó tagokkal rendelkezünk már, körülbelül olyan 15 fő vesz részt mindig foglalkozásainkon, de ez a klub nyitott, minden irodalom kedvelőt szeretettel várunk, ezeken a foglalkozásokon novella és versválogatásokkal készülünk, majd a foglalkozás után egy közös beszélgetés terített asztal mellett jó hangulatba szoktak telni ezek a foglalkozásaink. A hónap végén pedig a Kalocsai Szent István Gimnázium diákjainak bemutatóját láthatják az érdeklődők. Tavaly szeptemberben indult a könyvtárnak egy pályázata,
az az EFOP 332-es pályázata, ahol a Kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár 14 együttműködő intézménnyel szervez programokat, foglalkozásokat, ebbe témanapok, témahetek, szakkörök, sőt nyári tábor is szerepel. Így a Kalocsai Szent István Gimnázium többek között, hiszen van pályorientációs napunk, közösen sportnapunk, működik a gimnáziumban két diák színjátszó szakkör is. A prózai csapat Tordjik Tamás vezetésével a Liza szerelme című darabot fogja nekünk előadni május 30-án délután 5 órakor a Szent István Gimnázium dísztermében. Természetesen a legkisebb sem maradnak ki a könyvtári programokból. Májusban kétszer is lesz Baba Mama Klub, május 8-án és 22-én. 25-én pedig gyereknapi diafilmvetítéssel készül az intézmény a kicsik számára. A Kalocsai Könyvtár újabb nagyszabású rendezvénye a júniusi könyvhét lesz. Akkor június 11-től egy héten keresztül várja az érdeklődőket a színes programjaival. Ismét sokan voltak kíváncsiak a kifejezetten lányoknak szóló pálya orientációs programokra a Kalocsai Dózsában. A rendezvény egyedülállóan mutatta be az iskola képzési palettáját. A tegnapi napon került megrendezésre, második alkalommal a Dózsa középiskolában a Lányok Napja. Az országos rendezvény egyedülálló középiskolaik szereplője a Kalocsai Intézmény. A nap célja, hogy a hölgyekkel megkedveltessék az amúgy férfiasnak mondott hivatásokat. Gyakorlatilag a meghirdetést követő egy héten belül mind a 20 helyre azonnal regisztráltak általános iskolás kislányok, akik reggel 3:40-10-kor találkoztak a Dózsában és az Asztrik tér épület könyvtárában. A regisztrációt követően elindult a felkészítés, az előkészítése a napnak. Ugye jelenleg már a Mócsi utcai tanműhelyünkben vagyunk, ahol forgószínpadszerűen a 20 kislányt csoportokra bontották, és dózsás nagylány kísérőkkel, illetve tanárnőkkel járják ezeket a helyszíneket. Itt a lányok kipróbálhatták azokat a szakmákat és a hozzá kapcsolódó eszközöknek a használatát, amik férfias hivatásokként terjedtek el. Ilyen volt például a programozás, az esztergáló pad és a gépi forgácsoló, illetve a hegesztés szimulációs eszköz segítségével. A VR szemüveggel használt hegesztőgép, ez eléggé nagy kuriózum volt a lányok szakmája, országos programsorozatán belül is úgymond kiemelt figyelmet kapott a Dózsában található gép, és a kislányok nagyon-nagyon élvezték, ugye most a VR szemüvegnek, illetve annak használatának van egyfajta divatja, mindent VR szemüvegen keresztül próbálunk bemutatni a mostani fiataloknak. Egyébként ez jó lehet arra, hogy a valós szakmát tulajdonképpeni körülmények között, de mégis a hőhatásoktól és a mindenféle egyéb baleseti forrástól mentesen ki tudják próbálni. Mindezek mellett a lányok megismerkedhettek az intézmény falai között folyó informatika képzéssel is, mely egyre nagyobb népszerűségnek örvend a nők körében. Mi bízunk abban, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is még több lány fogja majd választani többek között az informatikát, vagy bármilyen gépész szakmát. Erre volt már példa egyébként nálunk is, hogy gépészet ágazaton lány jött hozzánk, és ő volt az egyik legjobb tanuló. Nyilvánvalóan azért nem ez a jellemző, de informatika ágazaton most már évről évre egyébként egyre több lány választja magát a szakmát. A tagintézmény vezető többek között arról is beszámolt televízióknak, hogy a héten derültek ki a felvételi adatok, és az idei évben is nagyon sok lány jelentkezett a Dózsába. Azon belül is többen a nap folyamán a lányoknak bemutatott informatika ágazatba. A Káfár Nemzetközi Művész Telep gyűjteményéből nyílt kiállítás a Városi Galériában. 24 művész alkotásai láthatóak festményekben, grafikákban, plastikákban és rajzban. Amíg muzsikálnak emberek, addig a zene nem tűnik el a világból. Amíg táncolnak, lesz táncművészet, amíg sportolnak, lesznek olimpiai bajnokok. És amíg rajzban, vonalban, színben, plastikusságban vagy fényképkockákban jelenítik meg a művészek gondolataikat vagy a körülöttük lévő világot, addig lesz képzőművészet. Ezekkel a gondolatokkal hívta fel a figyelmet N. Kovács Zita művészettörténész, aki megnyitotta pénteken délután a kiállítást. 24 alkotó lépett így a kalocsai közönség elé kép vagy szobor formájában. A kortárs valóság jelenik meg a 2009-ben alapított egyesület tagjainak köszönhetően. Közel 30 változatos műfajú képzőművészeti
és fotoművészeti alkotást, akvarelleket, festményeket, rajzokat, grafikákat, plasztikákat. A Kaffárt Nemzetközi Művésztelep tagjai két nyáron készítették Baján. Így válik egy-egy művész sajátos személyisége egy mozaikká ebben a válogatott gyűjteményben. Néhányan a világ színeit, formáit, fényeit, arányait kutatják, és jelenítik meg munkásságokban. Másokat az élő szervezet, vagy éppen a gondolatok sokszínűsége inspirálja egy-egy alkotás elkészítésében. A megnyitón Tóth Viktor muzsikált. A tárlatot június 2-ig nézhetik meg a Városi Galériában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel és híradóval, holnap is várjuk Önöket. Műsorainkat addig is nyomon követhetik weboldalunkon, a kalocsatv.hu-n. További szép estét és kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra!